Sziasztok, ez a Karantén Király, ahol keressük a négy fal közé bezárt 16 általunk választott sportolók közül a legviccesebbet, a legkreatívabbat, vagy éppen a legügyesebbet. Az első adásban pedig rögtön két kézilabdázó vendégünk van, mind a ketten tagjai a kézilabda válogatottnak. Egyik oldalról nagy szeretettel köszöntjük Lékai Mátét, az ellenfele pedig a másik kis dobozban Ligetvári Patrik lesz. Sziasztok! Hallottok-e mindenkit? Leginkább egymást. Ciao. Sziasztok! Én hallok mindenkit. Jó, hát gyerekek, azt tisztázzuk mindenek előtt, hogy ugye alapszabályként lesz 5 különböző játék, amelyben összemérhetitek a tudásatokat. A győztes tovább jut, a vesztes kiesik, ez ugye alap. A másik, amit tisztáznunk kéne, hogy mit gondoltok, miért fogjátok ti ezt a játékot megnyerni. Tehát mondjuk Máté, neked van-e tartani valót Patriktól, van-e olyan terület az életnek, melyben jobbnak tartod, és amilyen jellegű kérdésben hátrányban lesz ebben a szemben? Hát szerencsére nem vagyunk egy légtérben, úgyhogy megverni nem tud, mert erősebb, mert gyorsabb, meg ilyenek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy hát egyértelműen én nyerek, mert hát én vagyok az irányító, tehát ő azt csinálja, amit én mondok neki a pályán is, mert ő. Úgyhogy szerintem itt ebben nem lesz gond. Hát nyilván a konditeremben vagy pályán face-to-face lehet, hogy ő nyerne, de egy online térben azt gondolom, hogy erősebb vagyok. Ja, Patrik, az érvelés, mert Máté érvelése világos, de akkor játszol jól, ha azt ő is úgy akarja a pályán. Mi lesz itt most ezen a pályán? Én úgy gondolom most, hogy nem adok az irányítónak labdát, hanem már a kapustól kapott labdát, azt egyből ellövöm. De abszolút nincsen tartani volna a Mátétól. Maximum tényleg, hogyha mellettem lenne, akkor kicsit fürgébb szerintem el tudna verni. De mármint lábbal. De amit láttuk és hallottuk, ugye a Máté egy kicsit feledékeny és elfelejt azért dolgokat. Szóval szerintem azért van sanszom, hogy majd nyerjem ezt a mérkőzést. Bizár dolog, már van gyerekem, még egyszer nem hagytam ott az újba, igaz, még csak egy éves. Ami egy elég erős érv arra, hogy az újban miért nem tudtad otthagyni. Na, ha mindenki készen van, akkor eszközöket előkészítjük, és jön az első játék. Az első játéknak az a neve, hogy szólítsa nevemen, ami egy baromi egyszerű formátum, igazából nincs más dolgotok, mint 10 meghatározás, maximum 10-ből tegyük hozzá, ki kell találni, hogy melyik kézilabdázóra gondoltunk. Maradunk tehát sportágon belül, van 10 meghatározás, ti szabadon választhattok az 1-es és a 10-es skálán, én pipálom majd ki a kérdéseket, egyszer lehet majd engem arra megkérni, hogy foglaljam össze, hogy pontosan hol tartunk, minél kevesebb meghatározásból találjátok ki, annál több pont jár érte. És akkor Patrikkal fogunk kezdeni. Úgyhogy Patrik, szabad a pálya pillanatban, van előttem 10 különböző mondat. Mondj, légy drága, egy számot 1 és 10 között. Legyen akkor a 7-es. A 7-es. A 7-es meghatározás úgy hangzik, hogy 2002 óta csak egy évben, 2013-ban nem tudtam bajnoki címet nyerni aktuális csapatommal. 2002 óta. Csak 13-ban nem nyert 2002 óta, ez az első állításunk. Jó, mondj egy másikat, szerintem azért még messze vagyunk. Legyen 3. A 3-as. Ha édesapám nem kap edzői állás mostani hazámban, most talán szerb, esetleg horvát válogatott lennék. Na, picit segít talán belőni, hogy milyen típusú nemzetiségű játékost keresünk. Még mindig nem tudom, szóval mondok még egy számot. Jó. Akkor legyen 2. A 2-es. Fogadási csalás miatt őrizetben is voltam. Jó, egyszer mondhatod azt, hogy foglaljuk össze, hogy hol tartunk, majd eldöntöd mikor, attól függ, mennyire jársz közel nyilván egy jó tipphez. Menjünk tovább akkor. Legyen, nem tudom, 9. Legyen a 9-es. Apám kapus, öcsém beállós, én irányító átlövő vagyok. Irányító átlövő. Uh-huh. Apám kapus, öcsém beállós. Csak egy kis nyomás, de én már tudom. Jó, mondjak egy összefoglalást, vagy mondasz még számot? Mondjak egy összefoglalást. Jó, akkor amit eddig biztosan tudunk. Fogadási csalás miatt őrizetben is voltam. Ha édesapám nem kap edzői állást mostani hazámban, akkor most szerb vagy horvát válogatott lennék. 2002 óta csak egy évben, 2013-ban nem voltam bajnok az aktuális csapatommal. Apám kapus, öcsém beállós, én pedig irányító átlövő vagyok.
Jó, ez még négy, ez nem sok négy, nyugodtan menjél bele, mert ha mellé lősz, az nulla pont, azt szerintem nyugodtan kérdezd még, ha van bizonytalanság. Legyen az első. Az egyes. A válogatottal 9 aranyérmet nyertem felnőtt világversenyeken. 9? Hú, van. Jó, nagyjából van valami a fejedben? Nem, mint a sokat akarjuk kíteni. Teljes? Jó. De megvan, megvan. Megvan, megvan, már tudom. De megvan? De várj, ha most megtesz egy nevet és nem jó, akkor nulla pont. És most tartunk 5 darab meghatározás. Nem, három lehetőséget raktam össze a fejembe, és igen? Akkor szerintem ő lesz az, akire tippelek. Nem akarsz több meghatározást, akkor elvállalod, ugye? Ezért ugye 5-5 használtad, te 6 pontot kapsz, most jót mondasz. Jó. Figyelünk. Kerevetics. De melyik? Ez az. Köszönöm műsorvezető kollégámnak a közbevetést. Melyik Karabatic? Nikola Karabatic, tökéletes volt a válasz, és mivel Patrik 5 kérdést használt el, 6 pontot már is fölírunk a neve mellé, azt mondja, hogy Patrik, 6 pont, gratulálunk, ezzel hivatalosan is szentté javattunk a játék első részében, pontot szereztél, úgyhogy nincs gond, és ott a nyomás, ahogy a minden irányítón, Mátén, hogy ennél, ha lehet, akkor jobb teljesítmény nyújtson. Máté, ha kész vagy, előttem a 10-es lista, és neked is egy kézilabdázót kell kitalálni. A 6-ossal kezdenék. A 6-os? A Szeged ellen 8, a Veszprém ellen 6 gól a rekordon. Kösz. 1-es. Az 1-es úgy hangzik, hogy magánélet, leendő sógornőm a győri Audi Eto KC játékosa. Ha turkálsz a bulvárban, nagy segítség. Leendő sógornő. Tehát magyarán a nő, akivel járok, annak a testvére. A Győrben játszik. Rákérdezek. De tutira? Lenullázod magad, te elrontod, és még így is verné Patrikot egy jó, pártot. Akkor nem, még kérdezek egyet. Jó, legyen egy. Hármas. Hármas. 2016 óta világ és Európa bajnokságon nélkülem elképzelhetetlen az államcsapat. Akkor nem jól gondoltam, még jó, hogy kérdeztem. Tehát 16 óta nélküle elképzelhetetlen az államcsapat. VB-n és EB-n. És meg azt jelölök, hogy nőről vagy fiúról van szó? Fiúról. Azt, ha nem tisztáztam, tehát férfi kézilabdázókat. Ja, értem. Korolunk. Sógornője. Rákérdezni. Jó, én nem tartalak vissza. Várjál, még egyet kérdezhetek, ugye? Még rengeteg, még 7 van. De nem úgy, hanem, hogyha a ligetet megelőzem, még egyet kérdezhetek. Igen. Akkor legyen a 8-as. A 8-as az úgy hangzik, hogy édesapám 14-szeres válogatott kapus. Segítettünk? Nagy segítség, de nem, de szerintem tippelek. Jó, bevállalta. De van még egyébként a játékból bőven, de ahogy gondolod, tippeljem. Sander Sagosen. Igen. Tökélem. Melyik volt az első, amit nagyjából tudtad, és akkor fölöslegesen előttél kettőt? Az utolsó. Azért tudtam, az Oftadá testvérével jár, és ő lesz a showban. Azaz. Tudtam, hogy a bulvárban végül megtalálod magad, a szakmailag nem is sikerül azonnal a telibe találnod. Ez azt jelenti, hogy 4-ből találtad ki, és ez 7-es pontot ér a számodra. Ez de nagy segítség volt, hogy az apukája válogatott kapus volt tényleg. Ezt pillanatig nem kételkedtem ebben. Ez volt tehát az első játék, Máté 7, Patrik 6 pontot gyűjtött. Jön a következő. Jön a második játékunk, ennek az a neve, hogy mindent bele, és ez egy öltözködős, illetve ebből adódóan eleinte vetkőzős feladat lesz. A sztori a következő. Mondok nektek egy csapatnevet. Ha tudjátok, hogy milyen színei vannak ennek a csapatnak, már beljebb vagytok. Ha nem, akkor villámgyorsan googlizátok meg, de ez már a 2 percbe, amit nektek adunk, beleszámít. Ha megvan, hogy milyen színei vannak a csapatnak, akkor nyomás el a géptől, és bármi, amit a lakásban találtok, legyen ruhadarab, használati tárgy, konyhai eszköz, vagy kitaláljátok, rakjatok magatokra, öltözködjetek föl 2 perc alatt ennek a csapatnak a 2 színébe. Ha ez megvan, akkor én most csak kimondom a csapat nevét, és elindítom a stoppert, már is keresek egyet, mondjuk itt ez jó lesz, és akkor megyünk is. A stoppert elindítom abban a pillanatban, hogy kimondom a csapat nevét, amely nem más, mint a Denver Broncos.
Az utolsó 10 másodperc, lassan vissza. Mennyi? Az igen. Mennyi? Most van vége, gyere, maradj! Maradj, maradj, maradj! Nem! Hát még nem vagyok kész! Ez a szám, hogy ember! Jó, ez így gyönyörű. Oké, okay, 2 perc letelt. Patrik, te egyből vágtad, hogy mibe kell öltözni? Persze. Jó, mik voltak a színek? Csak, hogy mindenki tudja. Narancsárga és kék. Narancsárga és kék. Megfej. Hát ez egy opció. Jó, Máté, te is legugliztad. Tehát én most 2 dolgot fogok megnézni. Az egyik az, hogy összesen hány ruhadarab van rajtatok, a megszerezhető 10 pont felét a magatokra tett ruhadarabok és egyéb tárgyak száma alapján maximum 5 pontig fogom díjazni. És utána jön a művészi érték, a kreativitás. Úgyhogy most akkor, ugye az előbb Patrik kezdett, és Máté, legyél az első, aki az egész férfi testedet megmutatod nekünk, hogy lássuk, hogy hány ruhadarab van rajta. Figyelek! Nem mondd, hogy gatyában van. Nem biztos, hogy ez annyira vállalható tévében, hány ruhadarab van rajta. Ugye, én bemondásra is elfogadom, csak azért, hogy állj már létsz egy picit hátrébb, hogy lássuk, hogy egyetem mi történt veled. Hát Máté. Én ezt értem, de ahogy szokták mondani a karanténba, gatya már nem volt idő. Jó, de úgy kezdtük az adást, hogy bugyiban voltál, vagy ez csak az... Nem, gatya volt rajtam, csak akartam egy fehérgatyát fölvenni, és nem fért bele. Jó, hát és az most nem akarom még egyszer megnézni, és úgy, ahogy van, szerintem senki nem biztos, hogy akarja, de hogy az egy fehéres nadrág? Tehát be így van, fehér. Jó, akkor maradjunk abban, hogy számoljunk ruhadarabokat most egyelőre. Az 3, mert van alattam egy ilyen póló is. Jó, van egy narancssárga póló, van egy fölülöltözős, amiben szintén van narancssárga, és ezek szerint, Patrik, elfogadjam fehérnek az alsó gatyáját? Mit gondolsz? Van benne fehér, nem? Van benne. Maradtam egy óra is. Jó, az nem. Jó, akkor azt mondom, hogy 3 ruhadarabot elfogadok, ez 3 pont, és akkor jön mindjárt a művészi érték, amely én azt gondolom, hogy nyilván így alul semmiben picit megkérdőjelezhető, de akkor az első... Kortáns. Egész más megvilágításba került, úgyhogy 3 pont jár a ruhadarabok után, és mondjuk még 3-at az 5-ből odaadok az összmunkáért, főleg azért, mert ugye 2 réteg van fölül rajtad, és főleg azért, mert nem csak a sportot kedvelő nézőinknek kedveztél azzal, hogy felálltál. Ez összesen 6 pont, amit erre biztosítani tudok. Jön Patrik, számoljuk ruhadarabokat, Patrik. Azt mondja, egy kék. Az mi, nadrág? Csak az nem volt idő. Fekete Lászlói, hát ez picit nagyrág, de nem van. Igen, tehát egy kék, mondjál, akkor van rajtad egy kardigán, vagy mi az? Nem tudom levenni, nagyon. Jó, nem baj. Volt egy kék nadrág, van egy kék. Nem tudom, melegítő fölső. Nem sokat látunk belőled most. Gyere vissza, igen. Van egy kék sapka, és még egy narancs póló. Jó, tehát nadrág. És ott 3 réteg volt fölül rajtad, jól láttam? Persze. 3 réteg. Ez azt jelenti, hogy az 5 megvan, mert a gatya, a sapka és a 3 réteg a badin, az 5 pont. Igen, azt mondom, hogy az 5 pont megvan. Művészi értékre pedig azt gondolom, hogy a sapka azért sokat dob rajta. A nadrág picit bő volt, de összességében én ide is megadok mondjuk 3 pontot. Ez azt jelenti, hogy mivel Patrik azért több ruhadarabot talált otthon, tehát Patrik 8 és Máté 6 pontot kapott ebben a játékban. Tőlem, mint az esztétikai szempontból nyilván mérvadó zsűritaktól. Az öltözködős játéknak tehát az lett a végeredménye, hogy Patriknak 8, Máténak pedig 6 pont jutott, ezt az első játék eredményéhez hozzáadjuk, és így aztán a rövid szünet előtt a játék 2/3-ánál úgy állunk, hogy Patriknak 14, Máténak pedig 13 pontja van. Szoros, innen folytatjuk. Folytatjuk tovább a karantén királyt, méghozzá Lékai Mátéval és Ligetvári Patrikkal. 2 játék után 1 ponttal vezet Patrik Máté előtt. Jön a Kedvencek című játékunk, melynek lényege, hogy egymásról kell majd meghallgatnotok 3-3 állítást. Ebben 1 igaz, 2 hamis van. Aki eltalálja, hogy melyik az igaz állítás, az kap 5 pontot. Ha minden világos, már mutatjuk is az elsőt. Az első ezek szerint, mivel az állítások Patrikról szólnak, Máté játéka,
Úgyhogy Máté, figyelj, légy szíves, mondok három állítást Patrikról, és próbáld meg kiszaszerolni, hogy melyik az az egy, amelyik igaz. Mehetünk? Hát. Vajon az az igaz állítás, hogy Patrik 15 éves koráig extrém akrobatikus kerékpárosnak készült? Vagy az az igaz állítás, hogy Patriknak csak másodjára mondott igent a menyasszonya? Vagy az, hogy egy spanyol szobrász a kint töltött idő alatt felkérte modellnek? Hát igen, bármelyik is igaz, nem tudtam elképzelni egyiket sem. Jó, tehát extrém ugratós kerékpár, másodjára igen mondó menyasszony, vagy modell, szobormodell Spanyolországban. Melyik az igaz? Hát megmondom őszintén, a második és a harmadik között vacilálok valamire. Az elsőni nem gondolom, hogy Bárpalotán ez akrobatikus bicikli, vagy mi a fene volt, annyira népszerű lett volna. De szobrászat... Én valamire arra hajlok, hogy a Henny kétszer, tehát hogy a Hennyt kétszer kérte meg. Hát, ha most egy olyan műsorban lennék, ahol az X-ek számítanak, akkor egy olyan hangot hallanál, hogy... A helyzet melyik volt? Az első. Hát igen, mondd el, az első, 15 éves korában az ember dirt jumpozott, és dirt jumpostnak készült. Hát ezt nem tudtam róla. Jó, hát ez egy jó kerek pontszám, nem sokat kell legalább matekoznom, nem fogom elrontani a számítást. Itt Máté nem szerzett pontot, megyünk a másik oldalra, és mert akkor Patrik, te figyelj, jó, és jönnek Mátéról az állítások. Mehet? Mehet. Első állítás. A 2010-es Super Bowl-on a New Orleans-nak szurkolt. A második állítás. Felkérték, hogy legyen zsűritag az X-faktorban. És a harmadik állítás. Az pedig az, hogy Nász útra Alaszkába szeretne menni. Szerintem az első. Az első, hogy a 2010-es Super Bowl-on a New Orleans-nak szurkolt. Szegény, össze fog omlani melletted. A válaszom... Mert hogy az igaz állítás? Alaszkába szeretném menni majd Nász útra. Atyám! Hát igazadban a te dirt BMX-es karrieredről nem tudtam, a sokkal... Alaszkába. Hát szeretne, aztán lehet, hogy a végén a dömösi kempingben fog kikötni, de a vágyak szintjén kétségül igaz állításról van szó. Hát jó. Még mindig jobb a dömösi kemping, mint a New Orleans-nak drukkoljak a Super Bowl-ba a Colts ellen. Azt fáj neki igazán nyilván. Jó, jön a második kör, és egyben az utolsó, itt még senki nem tudott pontot szerezni. Jön tehát három állítás most Patrikról Máténak. Az első állítás. A gyermekkori adatai alapján eltanácsolták a kézilabdától. A második állítás, egyszer egy nap alatt meghámozott 100 kiló krumplit. És a harmadik állítás, gyermekkorában raszta haja volt. A harmadik. Az az igaz? Igen. Patrik, te minek örülsz? Te már tudod mi? Máté, örüljük csak. Jó, a verdikt az úgy néz ki, hogy... Akkor az első volt. Melyik az igaz állítás? Te megpucoltam 100 kiló krumplit. Mert ugye te szakácsnak készültél, vagy valami ilyesmi. Igen, igen. Nem a családi kapott krumplit. Én egy raszta hajat el tudok rajtad képzelni. Hát, szerintem az. Én valahogy nem tudom elképzelni magam. Jó, még nem késő, Patrik, egyébként. Jó, nincs még pont, de pontot már csak Patrik szerezhet ebben a játékban. Figyelj, jön három állítás Mátéról. Az első az úgy hangzik, hogy... Egyszer vett egy fűnyírót, mert azt hitte, hogy a régi elromlott, pedig csak nem volt bedugva. A második állítás, az álomautója egy Porsche 911 Targa. És a harmadik állítás, egyszer hívták sampon reklámba, de végül a fodrász mást választott. Tudom, hogy a Porsche az egyik kedvenc autója. De az elsőt sem tartom elképzelhetetlennek, hiszen már történt fel olyan, hogy az útlevelét azt hitt, hogy elhagyta, és a kocsiba volt végül. Szóval nagyon nehéz. Na akkor a fűnyíró sztori, Porsche sztori, és ezek szerint a sampon reklám kilőve. Inkább a Porsche-t mondom. Porsche. Hát erre azt kell mondom, most nincs, ennek nincsen alternatívája, de igen, ez a jó válasz. Márti, lehet, hogy túl könnyű az igaz állításod, nem? Hát ti írtátok össze, nem én. Hát minek állítasz magadról olyat, amiről tudod, hogy más is tudhatja? Hát nem kell reklámozni, hogy a Porsche-t szereted. Hát nem én állítottam össze a kérdéseket. Na jó, hát azért csak tőled jön az info, nem?
Hát nem tudom, hogy ezt honnan vettétek, vagy a sampon reklám, meg ilyenek. Ja, azt nem. De a Porsche igaz? Az igaz, igen. Jó, akkor gyorsan ezt az 5 pontot beírom Patriknak, ami azt jelenti, hogy a játék után 19 pontja van Ligetvári Patriknak, és 13 van Rékai Máténak, így állunk tehát 3 játékot követően. És most jön valami, amit én egyébként személy szerint a legjobban várok. Rövidesen Scherer Péter is bekapcsolódik a műsorba, ti pedig megmutatjátok, hogy milyen őrültséggel telik az időtök a karanténban. Itt vagyunk a karantén király 8-a döntőjének 4. játékánál. Itt annyi csavar van a dologban, hogy a játék lényege gyakorlatilag 24 órával ezelőtt lezajlott, hiszen azt kértük Patriktól és Mátétól, hogy 4 fal közti hatalmas unalmukban legyenek kedvesek valamilyen otthoni trükköt összerakni. Ugye láttunk már WC-papírral dekázást, kutyával guggolást és egy csomó mindent a neten. Ennél is lehet kreatívabbnak lenni. Persze, ha a kutya dekázik WC-papírral, az még egyen jobb, de rátok, rájuk bíztuk, hogy mi lesz a legnagyobb karantén trükkjük. Ezt tehát 24 órával ezelőtt rögzítették, elküldték nekünk, Scherer Péter pedig értékel majd számtalan szempont alapján. Úgyhogy, ha megvagytok, akkor Máté trükkét fogjuk majd először megnézni. Patrik, légy szíves, majd kommentáld, amit látsz, és persze Máté is megvédheti magát, ha ne adj Isten, nem túl ildomos támadásoknak lesz kitéve, úgyhogy itt van az első. Először is szeretném leszögezni, hogy nagyon nagyra becsülöm Scherer Péter munkásságát, és bízom a jólítélő képességében, hogy tudni fogja ki a győztes. És most megmutatom, mi a napi rutinom. Ha bárminek szüksége van a művészúrnak itt Balatonon, állok rendelkezésre. Most pedig a fiamnak a rendelkezésére állok. Na, szia szaros! Showtime! Na, a mai teendő is megvolt. Így telnek napjaim a karanténban. Peace! Művész úr, várom a pontodást. Nyilván 26-ot gyára se sikerült. Igazából akkor tetszett volna jobban, hogyha a pelenka egy kicsit szétnyílik, amikor dobja. Hát, azok pontosan nem vannak zárva. Nem, amúgy jó volt, Márti, tényleg jó volt. De megnéztem volna, hogy dobálgatod. Ja, egy picit egyébként az észak-koreai állami tévé szerkesztési módját idézte, ahogyan az eldobás után egy újabb képen landol az a cucc. Ez valódi felvétel, ugye erről biztosítasz, Márti, minket? Valódi, természetesen. Jó. Csak nehogy az legyen, hogy mit úgy rakunk majd össze legközelebb a harmadik fél időben rólad, hogy az összeállítás, hogy mindig csak azt látjuk, hogy eldobod a labdát, és aztán random gólokat bevágunk a végén. Tehát, hogy ez valós van időben... Van még ilyen archív felvételetek, amit elő tudtok szedni? Tehát, ha bajban lennék esetleg, akkor ez egy jó módszer. Jó, szóval az a lényeg, hogy ez egy bevett dolog, ugye? Nem kell menni a földszintre a pelenkát kidobni. Nem, ahogy tényleg ezzel szórakoztatom magam, hogyha megtelik a kuka, akkor onnan földről kidobom. Mondom a Raminak, hogy nyissa ki a kukát és beledobom. Már amikor belemegy. Akkor Rami le is kivetné, hogyha kimegy. Tessék? Akkor ennyiről arra, ami le is tudja vinni, hogyha lemegy kinyitni a kukát. Hát arra, ami lent van, tehát lentről megy ki. Persze, gondoltam, hogy te lemász föl az ágyból. Hát az ágy, láthattad, hogy felállok, hát állva mentem oda, és rávadottam. Két pillanat volt. És itt a fontos ki... Bocsa, fontos kérdés nyilván itt az, hogy amikor mellé megy a pelenka, az kiszedi össze, arra lehív arra, ami vagy berakja ő? Szerintem a videó mindent megmutat, hogy kiszedi össze. Jó, hát akkor ez volt Máté trükkje. Még az értékeléssel egy picit várunk, és megmutatjuk Máténak, hogy Patrik milyen marhaságot eszelt ki karantén idejére. Nézem. Who's in the
szerintünk bőven jobban halban. Csak az a bánatom, hogy sokat... Hát sajnos nekem nem adott meg ekkora kert, hogy ilyen hohohorgászt játszak, tehát az alapelőnnyel indulunk. De én először, ahogy elindult a videó, én azt hittem, hogy ez egy bábú, és majd addig ez bejön a képbe. Tehát annyira, úgy tett, mint egy ilyen ruhabábú. Olyan fehér volt, de hát ez is nagyon vicces nyilván. TikTokon lehet nagy őrültségeket csinálni, benne zenével alatta. És mint megtudtuk, Liget nagy horgász ezek szerint. Bízom Scherer Péterbe, hogy látja, hogy 6 ponttal vezet a Liget, és úgy értékelt. Én inkább kihagyom a horgászatot, most tegnap kipróbáltam, azt ennyi elég volt nekem bőven. Jó, de amúgy jól áll a dolog az eredeti mesét, ismered amúgy, hogy csak alá patintottam a zenét? Ezt kiskoromban néztem. Komolyan? Ha? Akkor nem volt olyan rég a kiskorod. Jól van, megnéztük a két trükköt, és akkor átadjuk a szót a művész úrnak egy gyors értékelésre. Üdvözlöm a televízió nézőit, Scherer Péter vagyok, és én fogom értékelni a sportolók karanténos bemutatóit. Hát először is Lékai Máté. Máté, én is értékelem a te munkásságodat. Fantasztikus vagy a Veszprémben valóban. Ez a kis videó, hát először is egyszerű, de nagyszerű. Ugye megszületik egy gyerek, folyamatosan eszik, ott alul jön ki a szar, az bekerül a pelenkába. Ezt a pelenkától ettől meg kell szabadulni, és ezt nagyon-nagyon egyszerűen, hogy úgy mondjam, a legnagyobb művészek alázatával, nem túlspilázva, finoman és egyszerűen kivitelezte. Tettél alá egy zenét, nekem a zene egy kicsit putymogós volt, de alátetted, értékelem az erőfeszítést. Na most, elképesztő játékos vagy, viszont sajnos a gömbérzékeddel van egy kis probléma, ez abból látszik, amikor fogod a kosárlabdát, Máté, és egy picit a csuklóval ki kell emelni, és úgy dobni, és figyeld meg, akkor bele fog menni elsőre a kukába, nem kell százszor próbálkozni. Egyébként ez már a Vardaskopje elleni Final Four döntőn is látszott, hogy a gömbérzéketen egy picit kellene fejleszteni. Viszont művészileg az egész videó nagyon oda van téve. Egyszerű, de nagyszerű. Hát arról, hogy a Balatonon vagy, én is ott vagyok, és nagyon-nagyon örülnék neki, hogy felajánlottad a segítségedet, ez picit tudna emelni a pontszámon, és mutatom, hogy mi éppen egy ilyen téglával rakott magaságyást csinálunk, és hogyha egy picit ide tudnál jönni, egy kicsit vakolni, téglát rakni, stb., akkor nagyon örülnék neki. Másrészt, ha már jössz, akkor a füredi tüzépre ugorj be, légy szíves, és egy ilyen száraz habarcsot, egy 30 kilósat hozzá már, jó? És akkor így, ebben az esetben meg tudom adni a 7,58-adot a produkciódra. Az mi az a 7,58-ad? Patrik, nagyon tetszett a videó. Ez a ho-ho-ho horgászos ötlet különösen, az egészet végig gondoltad, koncepció volt benne. Felvetted a horgászruhát, szereztél egy horgászbotot. Kihajtogattad akkurátusan a horgászszéket. Elhelyezted a mini tavacskát a kertedben. Bedobtad. Akartam is kérdezni, mert nagyon szép az a hal, hogy mivel etetsz. És ezután tulajdonképpen bevágtál. A bevágás, maga a bevágás mozdulata az egy picit gyengébb volt, de az egészet áthatotta egy kis David Lynch-es, Twin Peaks-es furcsa hangulat, ezzel a ho-ho-ho horgász zenével, ami nagyon tetszett, Patrik, és ráadásul te fiatal korod ellenére nem ismerheted a ho-ho-ho horgászt, tehát utána néztél, beleástad magad, háttérmunkát végeztél. Nagyon szép. Egyetlen hiányérzetem van, Patrik. Nem hiszem el, hogy ezt a harcsát abban a vödörben fogtad. Tudod miért? Mert nem fárasztottad. Amikor bevágsz, ott egy... Érted? Ott kellett volna dolgozni, egy kicsit fárasztani a halat. Egyébként az egy kb. 8-10 kilós harcsa. Hát nekem ez sajnos az egyik kedvenc halam, ez a magyar szürke harcsa. Ebből olyan halpörköltet lehet csinálni túros csúszával, ha érdekel a recept, akkor ezt majd megküldöm. Minden esetre eredeti az ötlet, jól csináltad, és az egészet belengte valami mediterrán, finom, spanyolos hangulat, látszik, hogy ott játszottál tavaly még. Ígéretes tehetség vagy,
és az eredeti ötletet értékelve 7,78-at tudok adni a produkcióra. Hallottuk tehát, hogy tényleg minden szempontból művészire sikerült értékelést. Bármi komment ehhez, amivel egyetértetek, ami nem úgy volt kizárólag. Természetesen nem értek egyet, tehát alul pontozott a művész úr, hát nyilván. Kicsit azért itt egyedül karanténban a Balatonon, kicsit azért úgy látom, hogy rá nagy kihatása volt ez a karantén élet. Kicsit a pontozása az azért kicsit fáj, de azért viszem a habarcsot neki. Patrik? Én is egy kicsit csalódott vagyok, mert kicsit alul pontozott a művész úr engem, hiszen nem bízik abban, hogy én egy ekkora harcsát ki tudok szedni fárasztás nélkül, de a videón én meg is mutattam, hogy hogyan kell kiszedni egy ekkora harcsát fárasztás nélkül, szóval kicsit csalódott vagyok, de nem baj. Az összesített pontszámunk tehát Scherer Péter matematikai szempontból is művészi alakítását követően, tehát 7,58 és 7,78, vagyis 20,58 és 26,78 a pontozás, és innentől kezdve jön az utolsó játék, ahol most ki nem számolom fejből, de Máténak markánsan jobban kell Patriknál teljesíteni, ez pedig az ötödik utolsó játékunk, ahol majd egy arcot kell felismerni. Jön az utolsó, az ötödik játék, Felképeltek címmel, melynek az a lényege, hogy mind a kettőtöknek mutatunk egy-egy arcot, de ezek nem létező emberek, ezeket az arcokat öt különböző férfi, magyar férfi kézilabdázóból ollóztuk össze, két pont jár minden egyes arcrészletért, vagyis a homlok és a haj az egyik része, aztán a szem, az óra, száj és az áll, így áll össze az ötször két pont. Mondom még egyszer, magyar férfi kézilabdázókról van szó. Máté, kérlek szépen nyisd meg a rajzodat, pontosabban a grafikádat. Én elindítom az egy percet, és pufogtass, ahogy csak belefér. Óra indul. A fülbevalós rész Iváncsik Tomi. Nem is nagyon lehetett kérdés, igen. A fogas rész Lékai Máté. A kopasz, nem tudom, a legalsó Bóka Bendegúz. Nem. Szita Zoltán. Nem. Nagy Bence, Győri Matyi, Juhász Ádi, Ligetvári Patrik, Nagy Laci, Gulyás Peti, Iványcsi Gergő, Bánhidi Bence, Bodó Ricsi. Igen, Mikkel, igen, ott volt Bánhidi, megvan. Gyorsan tovább. Bodó Ricsi, Hornyák Peti. Mit mondasz most? Minden, nem tudom. A fejét mondom, fejét. Feje, ki van kopasz, Bóka Bendegú, nem. Ki van nem biztos, kopasz? Hogy aktív, nem biztos, hogy aktív. Akkor sem tudom, ki kopasz. Nem tudom. Még kell a száj, meg kell a szem, meg kell a fejtető. Szem... Nem tudom. Ki kopasz? Esküszöm, nem jut eszembe kopasz játékos, aki a visszavonó. Ki fog nyírni, mikor elmondom, ki az? Lejárt az egyszer. Éles Józsi! Ott van! Nem tudom, hogy ez rajta volt még a... De rajta volt, de tök minden, így csak hármat találtam el, tehát ez mindegy. Így hármat eltaláltál, és ez pont annyi kell. Nem, mert a liget 6,5 ponttal vezet. Én ezt még elfogadom minden esetre, az Éles Jóskát. Ez azt jelenti, hogy ugye eltaláltad Éles Józsefet, övé volt a hajkorona, illetve annak a maradéka. Eltaláltad Dánhidi Bence szakállát, illetve azt a pár szőrszálat, amit szakálnéven visel, és eltaláltad a középső részt, ugye a fülbevalók alapján Iváncsik Tomit. Ez azt jelenti, hogy adósok vagyunk még a szemmel, illetve a szájjal. Ilyes Feci volt a szem, és Székely Marci a száj. Egész pontosan így áll össze a komplet arc. Ezt még hogy most mondjátok, se látom bele őket, tehát hogy ezt szinte 10 percet is adhatatok volna. Úgyhogy gratulálok, Liget Hansen! Ez azt jelenti, azért menjünk végig, hogy tehát Máté 6 pontot szerzett, 26,58 pontja van. Patriknak e pillanatban 26,78-ad, vagyis most éppenséggel 2,8-addal, másképp fogalmazva, mondtam én, hogy a művész úr a hibás itt. Vezet. Patrik, lenyomjuk az utolsót, jó? Jó, mert. Az óra mindjárt elindul, és arra kérlek, hogy nyisd meg most az arcot. Az óra indult. A szem az Iváncsik Geri. A szeme Iváncsik Geri, igen. A kopasz, mondom a homlokát, az Balogh Zsolti. Igen. Eltaláltam? Te csalsz. Nem, vagy a Sipi, vagy a Balogh Zsolti. Nem, megvan a Balogh Zsolti, Balogh Iváncsik, megvan eddig kettőből kettő felülről. Ki az orr? Orr? Nem tudom. Ki a száj, ki az áll? Legyen Nagy Bence az orr, vagy Győri Matyi. Nem?
akkor... Menjünk lejjebb. Legyen a száj... Nem tudom. Fogalmam sincs. Csak ekkorát tudsz lőni, mondja ez a száj néha edzésen. Léhogy már. Lehetett volna, igen. Jó, és még egy gyors tippet, vagy egy pár tippet alulra, az állára. Fogalmam sincs. Jó. Ezzel az egy perc pont lejárt a fogalmam sincsnél. Ugye Balogh Zsolt, Iváncsi Gergő felülről megvolt, ott volt egy pici akadás, Bodó Ricsié az orr, Miklen Rolandé a száj, és Nagy Lacié az áll. Ezzel lett, vagy lett volna teljes a felsorolás. Neked tehát 4 pontot sikerült szerezni, ami azt jelenti, hogy 30,78 ponttal zártad ezt a versenyt, és ezzel a karantén király 8 döntője befejeződött. Ezt a meccset most Ligetvári Patrik nyerte meg. Gratulálok, Patrik, online. Jó, azért nyugtassatok meg, hogy jó balhé volt ahhoz képest, mint hogy 5 hete itt ülünk 4 fal között. Szerintem nagyon jó ez a kezdeményezés, igaz? A művész úrra kicsit haragszom, de amúgy nagyon jó a műsor, és jó ötlet volt. Jól van, nézzetek minket, aki bennmaradt, Patrik még játszik, és majd a következő körben. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, sziasztok! A mai játékban Sagosen többet ért, mint Karabatic, aztán Mátét kénytelenek voltunk egy szálgatjában pontozni. Patrik egy bottal bevágott a repülő pelenka elé, majd rájött, hogy Máté a Veszprém mellett egy Porsét is szívesen irányítana. Ezzel végül a legjobb 8 közé Ligetvári Patrik jutott, amit a következő szezontól napi szinten dörgölhet csapattársa orra alá.